Jó. Na akkor az első eset, amit mutatok, ez egy jó mondatú elváltozás, ugye jobb lebenyben vagyunk. A göb ventrálisan nekifekszik a pajzsmirigynek, itt lehet jól látni. Ez azért egyáltalán nem egy ritka dolog, hogy egy jó mondatú göbnél ezt látjuk. Hát most itt azt lehet látni ugye a videón, hogy innentől van egy bulging rész is, meg nagyjából innentől fekszik neki. Tehát ez körülbelül, mit tudom én, a 30%-a a kerületének, ami neki fekszik a pajzsmirigynek. Szabályos a göb, ilyen backwall figurákat lehet benne látni. És akkor most felüljük, akkor ez a nyitás, hogy mondod? Ez a tő előre gondolni. Bocsánat, Gábor, nem értettem. Felülírja, hogy most az a kérdésem, hogy akkor ez most felülírja az, hogy most ez, mert tulajdonképpen maga a göb, az benignusnak néz ki, akárhogy is nézzük. Igen, így van. Mondod, hogy csak ez a black wall figure, akkor ez a koreai, vagy nem tudom milyen tiraszban, az gyakorlatilag az benignitási jel. Nem, a comet tail artifact a benignitási jel, a black wall nem, a comet tail. De az európaiban nem lenne. Hát így a Gábor, az előbb, amit elmondtál, be beleszúrnám, ez egy tirac 4-es göb. Ugye ez mérsékelten EHO szegény, nincs benne gyanújjel, a tirac szerint ez az esetleg exetetős terjedést nem számolja bele gyanús jelnek. Tehát ez egy tirac 4-es göb, tehát ebbe azt mondod, hogy beleszúrnék. Akár elérje a felszínt, akár nem érje a felszínt. Igen, én biztos, hogy egy tirac 4-nél 1 centi nagyon biztos, hogy beleszúrok ott, tehát az nem szórakozok, hogy másfél centi. Na most arról nem beszéltem ebbe a rövid elmélet összefoglalóba, de egy fontos dolog még van. Most elkezdtem visszhangos lenni. Na ez a fontos dolog, hogy nem mondja meg, hogy mikor beszél exetidős terjedésről a három jel milyen kombinációjánál. Ez egyszerűen hiányzik a definíció. Na ezzel van-e kérdés? Akkor mutatom a következő esetet.